Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek! Az Asus február 27-én egy kellemes hangulatú rendezvényen bemutatta három új készülékét, a Zenfone 5 Lite-ot, a Zenfone 5-öt és a Zenfone 5 Z-t. Ami biztos, hogy a minőségre, az anyag használatra nagyon odafigyeltek, és ez igaz a Zenfone 5 Lite-ra is. Az új mobil előlapján egy 6 hüvelykes, 1080x2160 pixel felbontású kijelző található, az Asus teljes mértékben követi a trendeket, tehát a kijelző 18:9-ös képarányú, a sarkai minimálisan lekerekítettek. Az előlapon és a hátlapon is üvegborítást kapunk, mindkét oldalon van 2-2 kamera és 1-1 LED villanó. A gyártó mindegyik Zenfone 5 készülékénél úgy oldotta meg a kamerákat, hogy az egyik széles, a másik pedig normál látószögű. Az előlapi fő kamera 20 megapixeles, a másodlagos pedig 8, utóbbi a csoportos selfie érdekében 120 fokos látószöggel dolgozik. A hátlapon is hasonló a felállás, azonban az elsődleges kamera 16 megapixeles. Az új lenyomatolvasó a hátlapon kapott helyet, a fehér modellen szerencsére alig látszanak meg az új lenyomatok és a maszatok, ami különösen tetszik, hogy a fém keret is fehér, nem üt el az előlaptól és a hátlaptól. Nem teljesen voltam azért őszinte, az Asus egy tekintetben nem követi a trendeket, ugyanis ők megtartották mindegyik modellnél a 3,5 mm-es jack csatlakozót. A Zenfone 5 Lite-ban egy Snapdragon 630-as lapkát és 4 GB RAM-ot kapunk, a tárhely 64 GB, az akkumulátor pedig 3300 mAh kapacitású. A telefon Android Nougat operációs rendszerrel jelent meg, de ami kicsit csalódás ilyen árkategóriában, az a micro USB port az USB Type-C helyett. Az első benyomások alapján a készülék fürge, nem akadt meg egyszer sem, 110.000 forintos árcímkéjével pedig egész korrekt lesz. Információink alapján a Zenfone 5 Lite márciusban kerül fel a boltok polcaira. A Zenfone 5 és 5 Z között dizájn szempontjából nincsen semmi különbség, hardveresen viszont annál inkább. Beszéljünk azért kicsit a külsőről. Az Asus a rendezvényen a kijelző fölötti notchot úgy adta el, hogy mi is megcsináltuk, de a mi megoldásunk jobb. A menüben navigálva, közösségi appokat használva ott van, viszont ha például videót játszunk le, akkor a kivágásnál lecsapják a kijelzőt, az ott ugye fekete lesz, és teljesen olyan lesz, mintha 18:9-es kijelződ lenne, pedig igazából 19:9-es a képarány. A bal felső sarokból lefelé legyintve a gyors gombokat hozhatjuk elő, jobb oldalról pedig a teljes sávot húzhatjuk le. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy milyen appok küldtek értesítést, akkor az értesítési sávra kell csak rábökni egyet. Az előlapi kamera egyébként 8 megapixel felbontású, melyhez szoftveresen arcfelismerést is társítottak, a kijelző pedig 6,2 hüvelykes, a felbontása pedig egészen pontosan 1080x2246 pixel. Mindegyik mobilnál IPS panelről van szó. A Zenfone 5 hátlapi kamerái közül a főkamera 12 megapixeles, a rekeszértéke pedig f1.8, a másodlagos pedig 8 megapixeles és széles látószögű. A látószög váltásán kívül van lehetőség portréfotó készítésére is, a főkamera egyébként a Sony új IMX363-as szenzorával bír, illetve van benne optikai képstabilizálás is. Az Asus Zenfone 5 lelke egy Snapdragon 636-os processzor, mellé pedig 4 vagy 6 GB RAM társul. Az operációs rendszer ennél és az 5Z-nél is Android Oreo, a felület pedig Zen UI 5.0. A 3300 mAh kapacitású telepet USB Type-C porton keresztül tölthetjük, ugyanez a telep méret igaz az 5Z-re is, illetve mindkettő sztereó hangzással bír. A Zenfone 5 nyár elején lesz kapható Magyarországon, az ára pedig körülbelül 140.000 forint lesz. Az Asus nagy hangsúlyt fektet a gépi tanulásra és a mesterséges intelligenciára is, ebben nagy segítséget nyújt a Zenfone 5 Z-ben található Snapdragon 845-ös lapka. AI-t használnak például a kameránál, a Zenfone 5 Z ugyanis képes 16 különböző jelenetet megkülönböztetni, képes növelni a teljesítményt is az úgynevezett AI Boost segítségével, illetve egyéb területeken is okosabb lett a készülék, és mindezt a Zen UI-ba integrálták, mint funkció. A Zenfone 5 Z 6 vagy 8 GB RAM-mal, illetve 256 GB-os UFS 2.1 típusú adattárolóval lesz kapható, július elejétől egészen baráti, 180.000 forintos árcédulával. Ha már csak azt nézzük, hogy a legmenőbb Snapdragon processzor van benne, már is egész jó az árazás, de egyéb tulajdonságait tekintve sem elhanyagolta a Zenfone 5 Z, gondoljunk csak az igen hatalmas tárhelyre. Ez lenne tehát az új Zenfone 5 széria, eddig nagyon jól hangzik, aztán várjuk őket tesztre is. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és akkor találkozunk legközelebb. Én Laci voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!